egy újabb könyvajánlót hoztam, ami most a Barefoot Retirement Plan című ilyen könyv, amit szintén Doyle Schuler írt, ami, akiről már készítettem egyik könyvéről lényegében videót. Van több ilyen könyve is, ami amúgy elérhető Amazonon is, vagy elérhető például a Apple-nek a Books nevű applikációban, meg lehet venni, 4 euróba kerülnek amúgy a könyvei, úgyhogy amúgy nagyon korrekt árban van. Vannak jók, amit nagyon jókat ír például az aranyról. Megmondom őszintén, ez a Barefoot Retirement című könyv, ez nekem olyan sokat nem adott, én sokkal-sokkal többet vártam tőle. Egy adott termékről beszélt, ami csak Amerikában elérhető, szóval te európaiként úgy nem tudod felhasználni. Ezt a könyv értékelésebből is amúgy beleírtam, de nézzük meg azt, hogy mit tanultam a könyvből. Van pár ilyen dolog, de nagyon csekély, szóval ez nem az a könyv, amit neked javaslom, hogy most azonnal menj, aztán vedd meg és olvasd el. Szóval bőven elég, hogy ezt a videót meg fogod nézni. Amúgy itt vagyok még mindig a Alacsony Tátrában, ez a videó az itt készül, Donovaliba. Itt másfél napot töltök, csak több videót is készítettem el pontosan ezen a helyszínen, csak annyira fúj a szél, hogy nem tudom letenni az állványt, úgyhogy így a kezemből tartom ezt a gimbalt, de gyönyörű ez Alacsony Tátra, hogy mindenképpen, hogyha még nem voltál, akkor gyere el, de folytassuk is tovább a könyvben, hogy mik azok a dolgok, amit én megtanultam lényegében belőle. A első az, hogyha tömegeket követed, akkor te is úgy fogod végezni. Szóval ez egy nagyon régi mondás, de ezt a könyvben is nagyon kiemeli, hogy a tömegeket lényegében ne kövesd. Ilyen szempontból. Szóval nagyon nézd meg, hogy az emberek mit csinálnak. Most mindegy szó, hogy befektetésről vagy miről. Például, amire neked is beszélek, beszéltem nagyon sokszor Altria részvény, van róla videóm is, hogy ez a cigi részvény, ugyebár hogy mennyi időt, meg energiát beletettem abba is, hogy már több mint egy éve folyamatosan vásárolom, és tényleg nem csak az, hogy azóta el lehetett érni rajta X osztalékot, vagy bármi egyebet, hanem tényleg egy szerintem a legjobb befektetés, ami manapság létezik. De megmondom őszintén, rajtam kívül egy emberrel nem találkoztam még, nem láttam egy YouTube videót se, aki ezt lényegében ajánlotta volna. Most ezt eldöntheted, hogy ez egy jó dolog, vagy egy rossz dolog, csak mindig az fontos, hogy nézd meg, hogy az emberek mit ajánlanak. Általában az emberek legtöbb a tömeg után megy. Vegyél kriptót, fektess ingatlanba, az ingatlant azt add ki bérbe, mert az a csúcs, az a király. Működőképes sztori, működik évszázadok hordana, mert nincs is semmi probléma, vagy ad ki földet, és itt tovább, szóval sok ilyen lehetőség van. De neked ahhoz, hogy vegyél egy értelmes ingatlant, és legyen belőle pénzed, fel kell venned hitelt, ami meg kell nézned, hogy mennyire vagy hitelképes, úgymond ilyen szempontból, aztán utána meg kell találnod, hogy hol veszed azt az ingatlant, szóval sok minden van vele, és nagyon sok pénzt kell beletenni. Egy Altria részvényt már tudsz venni, egy darab részvényt, nem tudom, tudsz venni tölt részvényt is, de én ezt nem javaslom, mindenképpen a Interactive Brokers-et javaslom neked, hogyha magyar állampolgár vagy, részvényt vásárolni. Itt egy részvényt tudsz csak venni, az most 50-51 dollárba kerül egy Altria részvény, szóval annyi a minimum, ennyiért tudsz venni, nem tudsz kevesebbért venni ilyen szempontból, csak 50 dollár ilyen esetben. De az bőven jó, szóval 50 dollár szinte mindenkinek van, szóval egy hónapban csak egyet tudsz venni egy részvényt, ma az is nagyon jó. Mondom, ez nem pénzügyi tanácsadás, csak azért mondom el, hogy ilyenről, mint a Altria is, van pár videó YouTube-on, de nem valaki ajánlja, valaki nem, de hogy ilyen szempontból, ilyen mélyen nem beszél róla senki, hogy ennyire vedd, hogy csak ebbe tedd, én nem diversifikálom a pénzemet, nem veszek 30 meg 40 részvényt, nem is értem, hogy minek vesz valaki, még tényleg a Warren Buffett is elmondta, amikor 5, 6, 7, 8, 10 millió dollár volt befektetve, akkor is volt neki 2-3 részvénye. Mert talált 2-3 olyan céget, amiben megvenni az egész céget, ha lenne rá pénze, akkor mi az Istennek, ezt soha nem értem, és ezt nyomják rengetegen, hogy vesz valaki 10 részvényt, meg 15 részvényt, meg minden egyebet. Minek 10, 15, 20, meg 30 részvényeket venni, amikor valakinek van befektetve, nem tudom, 30, 40, 50 ezer dollár, vagy 100 ezer, vagy 200 ezer, tök mindegy, hogy mennyi, semmi értelme annak az egésznek, mert csak találsz egy jó céget, egy értelmes céget, ami úgymond egy várárok van körülte, mint az Altria körül is, ugyanúgy néz ki a cigi, ugyanúgy gyártsák, hatalmas profittal működik, folyamatosan növeli az árát, ő a cigi gyártások úgymond a király, mondjuk ez egy holding cég, de hogy hozzátartozik a Marlboro, a Philip Morris és még rengeteg másik cég, és egyszerűen úgy működik az egész, hogy kurva jó beszálló, és most nagyon magas osztalékot fizettem, minden szempontból egy tökéletes ilyen választás, és nem értem azokat az embereket, rengeteg ilyen van, aki olyanokat ajánl, úgymond szakértők, de olyanokat ajánl olyan részvényeket, hogy vegyél meg mindenféle olyan dolgot, amire semmi értelme, meg látom a portfólián, be van fektetve neki, nem tudom, 100 000 dollár, és van neki, mondom, 10 részvény, meg 12, minek? Semmi értelme nincs neki, csak saját magát az azért van, mert egyik cégbe se bízik annyira megvenni. Ha én bízok annyiba egy cégnek, hogy én pénzt teszek bele, akkor az egész céget meg akarom vásárolni.
Altriát nem tudom megvásárolni, mert eladnák, nem tudom, 200 milliárd dollárért, de tudok bele levenni részvényt, és akkor miért vegyek 10 fajta különböző részvényt, úgymond diversifikálod a pénzed, a diversifikáció, ez egy instant fasság, szóval felejtsd el a diversifikációt, ha rám hallgatsz, ha nem, akkor meg az a te döntésed, akkor fölösleg is megnézni ezt a videót, mert én akkor is ezt fogom mondani, meg ez alapján is cselekszek, aztán meglássuk majd 20 év múlva, kinek lesz igaza. Jó, a másik az, hogy egyedi osztalékot fizető életbiztosítás, amiről Amerikában nem beszélnek. Szóval van nekik egy ilyenfajta életbiztosításuk, ilyenfajta opció, de szintén az Amerikában elérhető. Csökkentsd le a havi kiadásodat, mert ez, ami nagyon hasznos tipp volt benne ilyen szempontból, nagyon sok ember nagyon magas életszínvonalon él. Azt, amit megengedhette magának, kurvára nem azon a szinten él, hanem sokkal többet költ, sokkal drágább kajákot eszik, akár csak az, hogy többet teszik ilyen szempontból, hogy tényleg elmegy úgy bevásárolni, csak úgy vesz magának fülösen, hát veszek ilyen alkoholt, meg olyat, ami szintén hozzá tartozik, hogy akkor vacsorához, szóval, hogy van sok olyan dolog, amire potyába elkölti a pénzét, vagy olyan kis kiegészítő, mindenféle lófasz lehet kapni 2-3 eurókért, a házban ilyen illatosító, olyan, meg a faszom tudja, ilyen krém, olyan krém, meg amolyan krém, aztán olyan dolgokra elkölti a pénzét, ez csak 2 euró, csak 3, aztán hónap végén elkölt 20-at, ami egy évben ugyebár a 20, az már egy évben 240 euró. És itt sok ilyen kis apró dologra, amit százszor okosabban meg lehetne csinálni, és abszolút ilyen dologra nincsen is szükség. Szóval, hogy mennyi a havi kiadásod. Ez mindig fontos, hogy te vezess róla akár egy Excel, vagy bármi más, ugyebár én Revoluton csinálom, tökéletesen én Revoluton költök minden, készpénzbe szinte semmit nem veszek, ahol nem lehet készpénzbe fizetni, ott nem vásárolok. Vannak extrém esetek, hogy el akarok menni WC-re, és pontosan csak ott a benzinkúton csak készpénzzel lehet fizetni, akkor oké, megveszem, hogyha nem nincs olyan hely, ahol el tudok menni a természetbe, vagy vannak ilyen extrém esetek, de alapvetően minden szinte 99,99%-ba úgymond bankkártyával vásárolok, és nem megszüntettem a Tatra bankával, és volt számlám meg ilyen helyeken, Erste bank, mindenket megszüntettem, mert nincs rá szükség, mert fölösleges, ez is a diversifikáció, minek valakinek 10 personál bankszámla. Mert van céges bankszámla, az megint más, legyen hozzá céges kártyád, oké. Okay. De magánemberként minek 10 különböző számla? Legyen egy számlád, és egy számlához csináljuk különböző úgymond zsebeket, amiből te nem tudsz fizetni, vagy egy Wison zsaroknak hívják, hogy csinálsz különböző zsebeket, hogy igen, ide félreteszed akár adóra a pénzt, nekem is kell ugyebár veszek ki a cégből pénzt, mint magánemberként is veszek, mert Szlovákiában nagyon alacsony a osztalékadó, csak 7%, akkor én veszek ki a cégemből pénzt például 7%-ot, vagy kiveszem a pénzt a cégemből például kiveszek 1000 eurót, akkor 70 euró ugyebár osztalékadót kell rá fizetnem, mert nem minden pénz holdinggal veszek ki, már nekem nagyon hasznos a holding, de főleg akkor lesz nagyon hasznos, amikor már nagyon-nagyon sok cégem lesz, vagy azok a cégek nem is kell sok, csak hogy nagyobb bevételeket termeljenek, mert egy van, aki úgymond kiemelkedik, a többi még ugyebár pár ezer eurót termel havonta, ami nem fölösleges arra a holdingot. Aki meg magyar állampolgár például, vagy csak magyar állampolgár, neki nagyon fontos az, vagy ott él Magyarországon, neki nagyon fontos, hogy legyen egy holding cége, mert ott ugyebár 28% az osztalékon, nem 7. Szóval a 7 az még nem vészes abszolút. Na mindegy, szóval ide visszakanyarodva erre a része, szóval a kulcsfontosságú az a rész, hogy te neki menj a havi kiadásra, és ezt te tarts nyilván. Én mondom, Revolutot használom, ott tartom nyilván, de valaki Excel-eket használ, van a kollégám is, a István például, minden centre pontosan vezet Excelbe, nem tudom, évtizedek óta, és nagyon ügyesen, nagyon okosan csinálja, hogy minden szépen pontosan vezet. És neked is ezt tanácsolom mindenképpen, hogy döntsd el azt, hogy mi az a budget, amit oké, mennyi a pénz, és akkor mennyi az, amit havonta ki fogsz adni. És az oszd szét például, hogy mennyit költesz lakhatásra, oké, az egy fix összeg általában mindenkinek. Mennyit költesz például különböző kiegészítőkre, akár ilyen egészségi, hogy most veszel vitamint, vagy veszel krémeket, vagy bármi, ami segít a bőrre, tök mindegy, hogy erre is határozd meg, hogy nézd meg a kereteket, és arra lényegében abba férj bele abba a keretbe, szóval ne kezdj el 100 különböző dolgokra költeni pluszba, hát úgy mész el vásárolni, hogyha nem listával mész, az a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz. Tudod, hányan úgy mennek el vásárolni, mert teszem ezt az állományt, reméljük most már így nem dől el. Szóval tudod, hányan úgy elmenne vásárolni lényegében, hogy nem, inkább itt teszem, hogy nem listával, hanem elmegy csak simán úgy, és nem is foglalkozik azzal, hogy mennyit költ, hát akkor még megveszem ezt is, még tetszik ez a kaja is, vagy még az a jogurt, meg az, és akkor megveszem még azt is. Ha lesz, van pontos listád arról, hogy mit akarsz megvenni, és tudod annak mennyi az ára, akkor tudom, mennyit fogsz költeni. Én mindig például csak ugyanott vásárolok, csak Dunaszerdán a Tescóba,
nem meg kell Kauflandba, Lidlőbe, meg a faszom tudja, hanem csak ott vásárolok, és amit megveszek ott különböző dolgokat, mint például, nem tudom, szoktam venni például ilyen alprós tejet, amit ugye bár a zabba leszek, és megvan az, hogy minden, mit eszek például, megvan a zab, a magyaróvajat honnan veszem, azt pontosan kassáról veszem a Jim Beamről, de hogy rengeteg ilyen van, amit én megveszek, és az tudom azt, hogy egy hétig, két hétig hogyan elég, és hogyha az elfogyó, vagy már fogyó van, akkor veszek újra, és tudom mennyibe kell, és nem megyek el még más venni, meg olyat, meg amolyat, meg ilyen kiegészítő, meg olyat, és mert tudom, hogy hogy nincs arra szükségem, tudom, hogy mire van szükség, gyümölcs, és így tovább, az mennyibe kerül, és megveszem, és ezáltal tudom tartani fixen a kiadásomat. Szóval, hogy ez, erre nagyon-nagyon figyelj, és ez a könyvben ez egy nagyon fontos ilyen gondolat volt, nem mondott semmi újat benne, de ez egy fontos, hogy megemlíti, mert nagyon sokan nem figyelnek arra, mennyi a havi kiadásuk. Úgy vannak, hogy hát most költök, most egyszer ennyibe jön ki, egyszer annyiba, de fontos tudnod, hogy mennyi a fix kiadásod, például van egy előfizetés, nekem is van például YouTube előfizetés, hogy ne kelljen ezeket a kibaszott reklámokat nézni, az 9,49 €, akkor azokat meg azt a reklám plusz én lényegében nem nézem meg, azért tudom, hogy mennyit kell fizetnem, hogy ezt tudjam oldani. Plusz mellette van YouTube Music, szóval ha tudom használni a zenéket, nem kell Spotify-t fizetnem. Spotify működik a legjobban, mert nagyon szeretem a Spotify-t, de már így, nem tudom, két éve, két és félre nem fizetem, amit azt oldom. Gyönyörű amúgy ez a táj, Donovali. Úgyhogy nagyon, nagyon szeretem. Tovább, itt a part-time job, hogy sokan vannak úgy, lehet ezt a videót most nem vállalkozóként nézed, ilyen is lehet, hanem te alkalmazottként nézed ezt a videót. Na, ilyen esetben mindig fontos, hogy kitűznöd, meg amúgy is a vállalkozó vagy, de hogy ha úgymond alkalmazott is van, legyen valami célod, hogy mit akarsz, úgymond mit akarsz akar megvenni, akár hogy egy házat akarsz, de én mindenképpen azt javaslom inkább, hogy olyan dolgokra gondolkozz, úgy tedd át az elmélet, hogy úgy változtass meg, hogy mi a mindset-e. Nekem például nagyon sokáig az volt, hogy az volt még a célom, hogy vegyek valami autót, amikor dolgoztam pénzügyi tanácsolóként, akkor az volt a cél, hogy vegyek egy ilyen Skoda Rapidot, emlékszek valami 17 000 euró volt, és akkor mindig az volt, kinyomtattam a képét, meg ilyen ökörség. Fölösleges, szóval az autó az egy nagyon rossz dolog ilyen szempontból. Itt az én kis autóm, itt láthatod, Peugeot 206, kerek 500 euróra vettem, imádom, 8000-szer jobb, mint a Jaguar, esküszöm hallani, ez az autót, ez egy múzeumban való darab, 2001-es kiadású, 24, mennyi éves, már 23 éves, imádom. Szóval imádom élmény vezetni, eljök fel a Tátrába, átmegy minden, tök mindent, tegnap is akkora vihar volt, mint az állat, de akkor is eljutottam ide, nincs probléma, és mindenhol elmegy, keveset fogyaszt, lehet vele menni, mint az állat, simán 3-4000-5000 fordulattal lehet pörgetni, ha kinyírem a motort, már ettől is kinyírom, mert van egy stílusom, hogy vezetek, 400 euró bele egy új motor, és ennyi. Nincs probléma. Én amikor Jaguart javítottam meg, minden fasságért elvittem ilyen hülye márkaszervizekbe, ilyen 1000 eurókat akartak kérni, még sok helyen, aztán amikor egyszer kiborultam rájuk, akkor mentem olyan helyre, ahol megcsinálták tizedannyiért, meg nem akarták kicserítetni az egészet 2000 euróért, hanem a csáva megoldotta 50 euróért. Érted? Mert ők nem, mert egyik megoldásból gondolkozott, másik meg csak le akartak húzni. És ezek a márkaszervizek legtöbb ilyen, ugyebár ott úgy márkaszerviz volt, hogy én azt használtam, vettem azt az autót, szóval nem volt rá ilyen, hogy akkor most x évig ingyen szervizeltetem. Vannak ilyen dílek, ott lehet jókat találni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy figyelj meg arra, hogy mire költesz. Ugyanilyen, ez is azért is említettem meg az autót, ilyen az autó is. Az autó, ami neked van, arról valójában szükséged van? Valójában nem tudom, hogy tök mindegy mennyi 1000 eurós autód van, de arra valójában szükséged van? Mert én nagyon a különbség, volt 17 000 eurós autóm is, meg most van 500 eurós autóm is, meg régen volt egy 400 eurós Fiat Punto, amit összetörtem. Mi a különbség a kettő között? Egy 500 eurós autó, meg 5000 eurós autóba ugyanúgy el fog vinni A-ból B-be. Szóval vesz egy autót, az ilyen 15 000 eurónak kezdődik, hogy van valami különbség, hogy oké, vannak ilyen, lehet talán jól kinézőket, akár visszanéznek rád az utcán, meg minden, de ez annyira fontos neked, hogy visszanézzenek rád az utcán, vagy a haverod azt mondja, fú, mekkora csáva, hogy vette egy ilyen autót. Nekem sokkal többet ér, hogy ez a 10 000 euró az, amit megvennék az autóhelyet, az be van fektetve részvényekbe, akár aranyba, akár ezüstbe, és azt tudom, hogy ott van, és nekem az 8000-szer nagyobb boldogság, szól, hogy mit kapcsolsz az agyadba hozzá ahhoz, hogy mire van neked szükséged. Hogy te neked a fejedbe, vagy az agyadba azt kapcsolod hozzá, hogy fú, neked az a jó eső érzés, hogyha most veszek egy autót, vagy veszek egy új cipőt, vagy a faszom tudja, hányan elköltenek több 100 eurót cipőre, meg ilyenekre, atya úristen, amire kurvára nincs is szükségük,
Oké, valaki befektetésről beszél, az megint másik sztori, de aki csak úgy megvesz 10 pár cipőt, aztán abból csak kettőt használ, na az annak semmi értelme. Az egy nagyon ostoba pénzügyi döntés. Te veszel egy ilyen autót, nézd meg azt, hogy valójában van egy szüksége, van egy szüksége többre. És ez nem az, hogy leviszed az igényszinten, vagy bármilyen, egyszerűen nincs rá szükségem. Én azt a pénzt, hogy 500 euróra tudtam venni egy autót, és én sok ezer euróval többért vettem volna, és azt a pénzt én beletettem most részvényekbe, és nem autót vettem, de tudom, milyen jó első érzés, az amire vennék egy Ferrarit, érted? Mert nem abba teszem az érzést, én nekem minden egyes, akár részvényvásárlás legyen, az arany vagy az ezüst, én úgy tekintek rá, hogy megmentettem azt a pénzt. Na ugyebár a pénzt kurva egyszerű keresni, bárki tud keresni, bármi, egyébként most megfognám magam, oda mennék három emberhez, nem tudom, hogy meg akarod venni ezt az autót, vagy tök mindegy, akkor van-e, akinek van rá szükség, az megveszi, vagy hogyha bármit árulnak, nem tudom, és a telefon, biztos találnák itt olyan embert, aki megveszi, bármit el tudsz adni, eladni, pénzt csinálni, kurva egyszerű. A probléma az, hogy az emberek megtartani nem tudják a pénzt, hogy ezt hogyan kell megtartani, én sem tudtam nagyon sokáig, sose tanított rá senki, semmi egyébre, könyvekből, mindenből kellett megtanulni, de ott se írták le nagyon sok helyen, és magamtól kellett így rájönnöm, de előbb-utóbb beért a fejem lágya az utóbbi másfél évbe, és azóta gőzerővel rákapcsoltam arra, hogy minden pénzt tartsak meg, és tényleg azon vagyok, hogy erre, és ez még csak 28 éves vagyok, szóval még 20 év múlva is még csak 48 leszek, ami kurva fiatal, már 105 éves koromig tervezek élni, az adta idő azt akar, mennyi pénzt meg fog tudni ezáltal takarítani, hogy aztán, hogy minek takarítom meg, az már legyen az én dolgom, mert járt az a kérdés is, hogy mire, hogyha már egyszer nem leszek, persze így is lehet hozzáni, lehet élni úgy az életet, hogy akkor semmi se számít, de teljesen más az, hogy te megfoghatod magad, bárhova elmehetsz, és szabad vagy, és nem szól be senki, nem kell mindig azon akár dolgoznod, hogy te most nem tudom, egy hétén nem akarsz úgymond dolgozni, hanem csak úgymond gondolkozni magadba, akkor meg tudom tenni azt, hogy elmegy bárhova már, mert megvan hozzá az anyag fedezetem, és nem kell azzal foglalkozni, hogy akkor én most nem tudom, azon stresszülök, hogy fú, minden egyes nap valamit eladja, akár új ló, csak hogy éljek ilyen szempontból. Mert az emberek, tudod, én se mindig, úgymond, én mindig lenullázom ilyen szempontból magam, szóval például a pénzügyi szempontból nem teszek, nem hagyok a számlám például 100 eurónál, vagy valamivel 200-nál többet, hanem mindig úgymond lenullázom magamat. És ezen keresztül, hogyha költök bármit is, akkor én nem úgy csinálom, hogy akkor veszem a pénzt, költöm mindig a pénzt, és akkor elköltem, és akkor csókolom. És akkor mindig tudom azt, hogy ott van az a pénz, és ahhoz hozzányúltok. Szóval nincs a számlámon 10.000 euró, vagy 5.000 euró, azt a pénz az nem ott van, hanem olyan helyre teszem, mint arany, ezüst, ugyebár, vagy amit mondtam, ugyebár Altria részvény, amit tudok, hogy ott van, és ezen keresztül azt nem költem el. És lényegében úgy is tekintek rá, hogy oké, hogy ott van, de lényegében, mintha nem is lenne ott. Szóval nem úgy tudok rá nézni az egészet. És az a nagyon érdekes benne ilyen szempontból, hogy ezáltal, hogy ezt így csinálom, úgymond nullán élek ilyen szempontból, hát tudom, hogy ott van nálam, eldönthetem azt, hogy most egy hétig nem akarok menni soha, hogy itt eljök ide a Tátrába, és itt leszek Donoval, és nézegetem itt a tájat, akkor itt nézegetem a tájat, és ez a nagyon nem mindegy. És ezáltal fontos, mert ha valakinek mindig hatalmas kiadásai vannak, és nem tudja megtartani a pénzt, az mindig elszólja, én is rengeteg régen nagyon sok ilyen rossz adósságom volt, és ez végett az értem, mindig elment a pénz, szóval bejött a pénz, lehet csináltam sok ezer eurót, vagy akár több tízezer eurót, de elment az a pénz, mindig elment valamire a pénz, mert ugyebár ezt kellett fizetni azt, és egyszerűen nem maradt meg a nap végén semmi, és hiába csinálsz 30 ezer eurót, a másik lehet csak 2000 eurót csinál, de a másik megtakarít ezret belete, meg csak 500-ot, akkor melyik jobb? Az, akinek 20 ezer eurót csinál egy hónapban, az a csávó, vagy az, aki csinál csak 2000-et, de 500-at megtakarít, vagy 1000-et megtakarít belőle. Szóval, hogy ez egy kulcsfontosságú, és nagyon-nagyon gondolkozz azon, hogy te milyen dologra költesz, írj le magadnak, ülj le, gondolkozz el rajta, hogy mire költesz, mik a kiadások, mik az, amire abszolút nincsen szükséged, csak mindig veszel magadnak, vagy olyan nyaralás, hogy elmész most is, például megtaláltam Donovan-nak a legolcsóbb szállását, 32 euró volt bookingon keresztül, lehet booking-nek ilyen 25 euró. Elmentem, tökéletes, egy szoba, semmi fancy nem volt benne, tökéletesen működik itt saját szoba, ugyebár a hostelben nem kaptam ennyien régenben Írország, vagy ilyen 30 euró amarra, még 10 emberre sütöttem volna egy szobám, Szlovákiában másárok vannak, és az a lényeg az egésznek, hogy eljöttem, és alig vagyok a szálláson, minek fizetnék ki, a 60 euró, meg kifizetnek az emberek 100 eurót, meg 200 eurót, meg ilyeneket egy éjszakára. Oké, nagyon fancy, nagyon szép, meg minden, de nem azért mész el baszki arra a helyre kirándulni, hogy te most egész nap a szobán fogsz lenni. Érted? Semmi értelme. Hanem akkor ki is itt gondolkozol, vagy itt vagy valahol, szóval ez egy nagyon érdekes ilyen dolog ebből a szempontból. Minden elemmel megküzdök, mert most már lemerült a DJI állványom is, szóval, hogy már az is lemerült, de nem baj, pedig feltöltöttem, na mindegy, mert ez most nem bírom a sok videót ki.
Szóval a lényeg az, hogy befejezve még a videót, mert itt egyre nagyobb szél van, lassan jön itt a vihar. Szóval a lényeg, hogy a adók mindig csak magasabbak lesznek, nem csökkenek. Szóval, hogy ezt sose felejtsd el, nagyon kevés az a hely, ahol a adókat leviszik. Írország volt ilyen, hogy levitték az adót, a nyereségadót 12,5%-ra. Nagyon kevés az a hely, ahol vagy az a ország, ahol lényegében folyamatosan csökkentik az adókat. Szinte minimális, vagy szinte nincs is sok esetben ilyen, hogy csökkentik az adókat. Szóval adókkal mindig csak több lesz, és ezért nagyon fontos okosan bánni, hogy te azt a pénzt azt hogyan tudod megtakarítani. Adó is tud lenni egy megtakarítási forma, hogyha okosan csinálod, hogy hogyan oldod. Ilyen lehet egy holding cég megoldásképpen. Ha holding céggel kapcsolatosan amúgy érdeklődsz, szeretné úgymond ilyen ingyenes tanácsadást ez ügybe, akkor nyugodtan foglalja a lenti időponton a linket, és akkor tudunk ez ügybe beszélni, ha pedig meg szeretnéd alapítani holding cégedet, abba is tudok segíteni, az persze már nem ingyen van. Jó, itt van ez a IUL, ez nyomja a csávó, szóval volt ez a IUL, ez a fajta ilyen amerikai cucc, ami őt nagyon nyom, hogy ebbe érdemes pénzt tenni, ugyebár az Amerikában opcionális, erről szinte nem nagyon beszélnek erre Amerikában erről az adott ilyen termékről, de ez magyaroknak vagy európaiaknak ezeknek teljesen irreleváns. Jó, például fejlesztettek egy ilyen nyugdíjas kalkulátor, hogy a nyugdíjra, hogyha ebbe teszed, vagy abba teszed, hogyan tudod, legjobb, mennyiben fog kijönni a nyugdíjat, hogy amúgy nyugdíjas leszel ilyen szempontból, szóval ilyen nyugdíj kalkulátor, több ezer dollárért fejlesztették, na ez már ugyebár szinte nekünk nem releváns ilyen szempontból, úgyhogy az egész könyv olyan volt, hogy hasznos volt elolvasni egyszer, de nem az a könyv, amit 8500-szor el fogok lényegében olvasni, és többször nem is fogom, ez e-bookban volt, most készítettem róla azt a videót, úgyhogy innen búcsúzok a Donovelőből, az Alacsony Tátrából. Most van amúgy szerda, az azt jelenti, hogy csütörtökön, vagy szerdán, vagy nem csütörtökön, szerda este, szóval ilyen 6-7 óra körül tervezek menni aztán Liptovský Mikulásra, mivel Liptovský Mikulás az a hely, ahol, amit szintén nagyon szeretek, és oda megyek, ott leszek, ott fog tölteni úgymond két éjszakát, de durván ilyen szintén olyan másfél napot leszek ott, mert pénteken délután már jövök, vagy este felé már jövök vissza a Szlovákiába, Dunaszerdahelyre, ugye, úgyhogy ezt a két videót itt mondom, elkészítem erről a helyről, aztán még akarok több videót is készíteni, mert még van egy könyv, amiről kell videót készítenem. Ez a videó amúgy később fog kimenni, mint a másik könyv, mert azt olvastam már hamarabb, csak most így oldottam meg. Úgyhogy így fogok feltenni majd a videókat. Úgyhogy Donovali, Alacsony Tátra találkozunk a következő videóval. Sziasztok!